Sziasztok, kedves gyerekek! Sok szeretettel köszöntelek benneteket környezetórán. Én Marianna tanítónéni vagyok. A Bácskertesi József Attila általános iskolában dolgozom. Mára is sok érdekes dolgot hoztam nektek, és remélem, hogy jól fogunk szórakozni. Szükségetek lesz az órán a környezet tankönyvre, a munkalapra és a füzetre. Természetesen a tolltartótokat is készítsetek elő. Nézzük meg a képeket. Szemléljétek meg mind a négy képet, és azt írtam fel címreg, hogy mire gondolsz ezeket a képeket látva. Amit látjátok, elhoztam az iskolából néhány dekorációt, az első kép egy nagyon-nagyon finom tortát ábrázol, születésnap jut eszünkbe. A második kép egy karácsonyfa, nagyon szépen van feldíszítve, sőt még ajándékok is vannak körülötte. A karácsonyra gondolunk. Ezek a nagyon szép írott, díszített tojások pedig a húsvétot juttatják eszünkbe. Biztosan ti is nagyon szeretitek az ünnepeket. Ezen az órán az ünnepekről és az ünnepi szokásokról fogunk beszélgetni és tanulni. Nyissátok ki a füzeteteket, és legyetek szíves felírni a címet. Ünnepek és szokások. Miután felírtátok, húzzátok is alá a címet. Említettem, hogy szükségetek lesz a tankönyvre. Ebben a szép tankönyvben ez a téma, ez a tanítási egység a 24. és a 25. oldalon látható, majd ki is vetítem. Ezt tegyétek szépen az asztalra, hagyjátok nyitva a könyvet, és megmutatom a munkalapban is ugyanezt a tanítási egységet. A 11-es oldalon találhatjátok. Most ilyen kisebb képben fogjátok látni, itt ezen az én táblámon azt, ami nálatok a tankönyvben található. Felírtátok a címet, és alá is húztátok, köszönöm szépen. Mik is az ünnepek? Én nagyon-nagyon szeretem az ünnepeket, és bízom benne, hogy ti is. Olyankor még a szívünket is ünneplőbe öltöztetjük. Jobban odafigyelünk egymásra. Kedvesek vagyunk egymáshoz, megajándékozzuk a szeretteinket, a barátokat, az ismerősöket. Az ünnepek azok a napok, amikor valamilyen jeles eseményről emlékezünk meg. Léteznek családi, országos, közösségi vagy iskolai ünnepek, ti még elsősek vagytok, most az iskolai ünnepről fogunk beszélni. Később, majd másodikban, harmadikban és negyedikben a többi ünnepet is megismeritek. És vannak vallási ünnepek. Nézzük, mely ünnepeket ünnepeljük a családunk körében. Bizonyára ismerős is ez a kép, amikor a családról tanultunk, akkor ezt a képet néztük, és beszéltünk arról, hogy van szűkebb és van tágabb család. Mit is ünneplünk a családban? Egy kisbaba érkezését, vagy a keresztelőt. Születésnapokat, névnapot. Ezzel a mennyasszonnyal és a vőlegénnyel pedig, tudjátok mit, évfordulót, például házassági évfordulót szerettem volna bemutatni,
bizonyára emlékeztek, hogy minden évben anyu és apu megünnepli a házassági évfordulójukat. A te családod milyen ünnepeket szokott megünnepelni? Ezek közül te melyiknek örülsz a legjobban? Beszélgessünk egy kicsit a születésnapotokról. Tudod-e, hogy melyik évszakban születtél? Erről már biztos beszéltél anyuval, apuval, a nagyszülőkkel és az óvodában is. Nézd csak, 4 képet készítettem. Tavasz, nyár, ősz és tél. Az én születésnapom télen van. És a tiéd? Mikor van a születésnapod? Hasonló a kérdés, de a hónapokat soroltam most fel. Január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november és december. Látod, hogy aláhúztam a novembert? Azért, mert az én születésnapom novemberben van. Nem azért, mert az én születésnapom fontosabb, mint bárki másért, hanem azért, mert arra szeretnélek benneteket megkérni, hogy válasszátok ki, melyik hónapban van a ti születésnapotok. Ha jól megfigyeled ezt a táblát, akkor észreveszed, hogy 4 különböző színt használtam, amikor kiírtam a hónapok nevét. Próbáljatok rájönni, hogy vajon miért kék színű a december, a január és a február, miért zöld a március, április, május, miért ilyen melegsárga, napsárga június, július, augusztus, a szeptember, október és november, itt most fehérnek tűnik, de én valamilyen halvány barna színt választottam. Szerintem néhányan már rá is jöttetek, hogy az évszakoknak megfelelően színeztem ki a hónapok nevét. Ugye? A december, január és a február téli hónap, a március, április, május tavaszi, június, július és augusztus nyári hónap, szeptember, október és november pedig őszi hónap. Milyen is egy szülinapi zsúr? Milyen az a nap, amikor a születésnapodat ünnepli mindenki? A születésnapodon minden családtagod és pajtásod csak téged ünnepel. Megkérlek arra, hogy azért ne feledkezz meg a vendégeidről. Igyekezz, hogy a vendégek is jól érezzék magukat. Akik eljönnek hozzád, felköszöntenek, énekelnek, jó kívánságokat mondanak, és ajándékkal is kedveskednek. Ne felejtsd el megköszönni a kedvességüket és a figyelmességüket. Melyik volt számodra a legemlékezetesebb születésnapod? Érdeklődj meg, mikor van a barátod születésnapja, és készíts neki egy saját készítésű üdvözlőlapot. Most pedig én is készültem egy kis ajándékkal, a legközelebbi születésnapodra készítettem. Ha rákattintasz erre a linkre, akkor meghallgathatod ezt a dalt. Fogadd tőlem sok szeretettel. Az alábbi linkre kattintva meghallgatjuk Halász Judit Boldog Születésnapot című nagyon-nagyon szép dalát. Nézzük az országos és közösségi ünnepeket.
Tudtad-e, hogy az iskoládnak is van születésnapja? Az iskolanapot az iskolai közösségben ünnepeljük. Egyik előző órámon beszéltem neked arról, hogy én ebben az iskolában tanítok. A neve József Attila Általános Iskola. József Attiláról, a költőről kapta a nevét. Ennek a szép iskolának a születésnapja április 11-én van. Ezen a napon nyitotta meg az én iskolám először a kapuit. Kérdezd meg a tanítónénit, a tanítóbácsit, vagy az igazgatóbácsit, igazgatónénit, hogy mikor van a te iskoládnak a születésnapja. Szent Száva napja Szerbiában minden iskolában ünnepnap. De miért is? Szent Száva, akit láttok itt a képen, a szerbiai iskolák védőszentje. Azért, mert egész életét annak szentelte, hogy a szerbiai lakosok megtanuljanak írni, olvasni, számolni. Szent Száva napját január 27-én ünnepeljük. Vallási ünnepek. A vallási ünnepeket az emberek családi körben ünneplik. A könyvben is látod a képet a 25. oldalon. Most egy kicsit részletesebben nézzük meg ezt. Karácsony. Az egyik kedvenc ünnepem. Karácsony napját télen, december 25-én ünnepeljük. Ez az ünnep Jézus születésének a napja, a békesség és a szeretet ünnepe. A képen egy boldog családot láthattok, akik közösen vacsoráznak és ünnepelnek. Az alábbi linken egy nagyon szép verset hallhattok majd, József Attilától a Betlehemi királyok című verset. Húsvét. Húsvét tavasszal van. Ez a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadásáról emlékezünk meg ilyenkor. A bajrám az iszlám világ egyik fontos ünnepe. A Hanuka pedig a legmeghittebb zsidó ünnep. Ez a fény és a szeretet ünnepe. Az ünnepekhez szokások is kapcsolódnak. A két kép egy bizonyos ünnephez kapcsolódik. Mit gondolsz melyikhez? Figyelmesen nézzétek meg, és biztos vagyok benne, hogy már rá is jöttetek. Az első képen, ahol az anyuka és a kislány közösen tojást fest, a húsvétot juttatja eszünkbe. Ez pedig a húsvét hétfői locsolkodás. Én falun élek, és bizony nálunk még szokás, hogy a fiúk húsvét hajnalán vízzel locsolják meg a lányokat. Amit látjátok, ezek a gyerekek nagyon szép népviseletbe is öltöztek. Ezek a képek a karácsonyt juttatják eszünkbe. Karácsonyt megelőzve mézes kalácsot sütünk. Ezen a képen a betlehemezést látjátok, Doroszlón, Bácskertesen és más faluban is még a legények kucsmába és szűrbe öltöznek, és járják a falut, betlehemeznek. A család együtt díszíti a karácsonyfát. Van egy kedvenc együttesem, a Gimes, az Üdvözlégy kis Jézuska című dalt készítettem el.
elhoztam nektek, a következő linken tudjátok meghallgatni. Ez egy koncertfelvétel. Térjünk akkor vissza a füzetetekhez. Az óra elején felírtuk a címet, és alá is húztátok. Akkor most a füzetbe beírjuk azt, ami a legfontosabb. Tehát az ünnepeket felosztjuk családi ünnepekre, közösségi ünnepekre és vallási ünnepekre. A családi ünnepek a születésnap, névnap és az évfordulók. Közösségi ünnepek például az iskolanap. Vallási ünnepek a húsvét és a karácsony. De megemlítettük a Hanukát és a Bajramot is. A munkalapban érdekes feladat vár rátok, ugye? Ez a munkalapotok. Össze kell kötni vonallal az ünnepet és az ünnepet kísérő szokást. Először jól nézzétek meg a baloldali képeket, figyelmesen, nem kell sietni, utána a jobboldali képeket, és megkeresitek, hogy melyiknek melyik a párja. Amikor összekötötted, akkor megmutatod a tanítónéninek, és megbeszélitek, hogy mi a helyes megoldás. Szerintem nem lesz nehéz ez nektek. Az alsó ábra egy színtelen, vagy inkább nálam fehér tortát ábrázol. Díszítsd ki úgy, ahogy te szeretnéd, hogy kinézzen a te tortád. Sőt, annyi gyertyát is rajzolj rá, ahány éves leszel a legközelebbi születésnapodon. És elérkeztünk az óra végéhez. Alkossunk örömmel. Nem tudom, próbáltatok-e már sógyurmázni? Sógyurmából nagyon könnyű alkotni, és nem kell semmit vásárolni. Bizonyára van otthon liszt, víz és só is. Ideírtam a receptet. Megkérsz valakit, hogy segítsen kimérni ezt a mennyiséget, összekevered ezt a gyurmát, és miután kinyújtottad, bármilyen formát kiszaggathatsz belőle. Ha vársz, akkor megszárad, megkeményedik, én általában még ki is sütöm. Színezni is lehet, de nagyon szépek ilyen natur, természetes színre hagyva is. Akkor most még egyszer fussuk át, hogy mit is tanultunk ma. A születésnapot, a karácsonyt és a húsvétet láthattátok ezeken a képeken. Tehát ma az ünnepekről és a szokásokról tanultunk. Mik azok az ünnepek, azok a napok, azok a jeles napok, amelyeket megünneplünk, amelyekről megemlékezünk. Lehetnek az ünnepek, családi ünnepek, országos, közösségi vagy iskolai ünnepek és vallási ünnepek. A családi ünnepek ugye például egy kisbaba érkezése, megszületése, egy szülinap, névnap, évforduló, például a házasság évforduló. Beszélgettünk arról, hogy melyik évszakban születtél. Hogy melyik hónapban születtél? Hogy ünnepled meg a születésnapodat, és hogy ne feledkezz meg a vendégeidről, és ne feledkezz meg arról sem, hogy megköszönd az ajándékot. Ez volt az én ajándékom számodra. Az országos és közösségi ünnepek, például közösségi ünnep, amikor az iskolánk születésnapját ünnepeljük, és minden iskolában ünnep Szent Száva napja január 27-én.
A vallási ünnepeink a karácsony, a húsvét, a bajrám és a hanuka. Az ünnepekhez szokások is kapcsolódnak, azután pedig leírtuk a füzetbe a legfontosabb tudnivalókat. A munkalapban is dolgoztatok, és most már csak a szórakozás vár rátok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!